Szerintem is menjünk tovább. Most csak megzavartam. Menjünk tovább. Gémszer felé. Aréna már. Guajira, Guantanamera. Jó, nem kell. Ez már felvágás. Ez már felvágás. Azt mondja, hogy azt mondja, köszönjük szépen a levél özönt, amelyet ebben a hónapban is ránk zúdítottatok. Nézzétek természetesen a GameStar TV online arénát is, ami rendszeresen jelentkezik a tv.gamestar.hu címen, ugye? Majd igen. Fog, meg jelentkezett. De most jöjjenek. Ide van neked írva, hogy taps. Taps, van, meg doppergés is van. Prrr. Na jöjjenek a konkrét kérdések. Azt mondja Ante, vaz, ilyen szélsőséges változásokra nem voltam felkészülve, nincs Ender Mazur Show. Hát mi történt, urak? Februári GameStar TV-ben nem volt Ender Mazur Show. Most lehet mosakodni, meg izé, meg... Miért ne lett volna? Nem ja. Igaz. Hát ő Ante szerint nem volt. Hát, ez az ő vélemény. Hát az az igazság, most nem tudom, hogyan fogalmazzak finoman, hogy bizonyos helyzetekben van, amikor pont, hogy inspirálólag hat bizonyos dolgok hiánya. Igen, például, és... ha folyamatosan esszük a bécsi szeletet minden nap, akkor egy nem. Idő után megcsömörlünk tőle. Nem pont erre gondoltam, de igen. A fenébe. És most ezzel a módszerrel élve tovább, hogy úgy mondjam, csigáztuk. De hát rápihentek a következőre, gyűjtitek az anyagot, hogy... Pink Floyd se ad ki minden hónapban lemezt értem. Hát én van az Eddáma. Az Eddáma, vagy... Nem Ere István se ír minden héten egy könyvet. Ja, de! Ja, tényleg! Mi is volt az utolsó 100 könyvének a címe? Hát, nem is emlékszem. Azt mondja, hogy legalább valami best of-ot vagy behind the scenes-t kiadhatnátok, amíg nincs új. Hát nem nézed a GameStar TV online-t, kedves Ante? Pedig pont megbeszéltük Enderrel, hogy behind the scenes az milyen tanulságos lenne, hogy mi áll ennek ugye ennek az egésznek a hátterében. Az körbe úgy néznek így ám, hogy felskiccelve, hogy a kamera venné a szerkesztőségi szobát, ahol ott ül Ender, itt ülök én, és majdnem alszunk, de még nem. És egy olyan 10 percig ezt venné, hogy kus van, hogy egy, majdnem alszunk, de még nem. Hát akkor... Nem. És aztán fölállunk, kimegyünk, és onnantól kezdve már, hogy ez nem behind the scenes, mert akkor már vesszük föl. Szóval ez így nagyjából... Én követhetne engem. Benneteket a kamera, amint kimentek a szobába. Jó, figyelj, a bűvése fedi fel a trükkjeit. Hát jó, nem, tehát nem volt Ender Mazur. Nagyon, az orrommal próbálom lenyomni az FB-lenyt. Hát ez néha sikerül, amikor két vektor TD között van ilyen kicsit így. De majd még lesz, tehát nem kell izgulni. A következő kérdésünk Garfield 92-től érkezett, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mi az a kavarodás a teljes játékokkal, nem mint a problémám lenne, hogy előbb jött ki a GameStar, mint amit az utolsó oldalon írt, sőt, csak hát azt nem értem, hogy a teljes játék is valami tök más, szóval kíváncsi lennék, most mi van? Na most nem előbb jött ki a GameStar, mint ahogy... mint ami hátulra van írva, csak mi kiraktuk a címlapot online-ra két nappal előbb. És a előfizetők megkapták két nappal előbb. Igen. Hát akkor, amikor elvileg meg kéne kapniuk, ugye ez hozzátartozik, hogy mi mindig ugyanakkor adjuk le a GameStar-t, csak sajnos egy meg nem nevezett szervezet, aki általában levelek kezdődik. Csomagok továbbításával foglalkozik. Foglalkozna. Igen, foglalkozgat. Tehát, igen, ez a helyes kifejezés. Igen, tehát ők nem mindig tudják ezt célba juttatni. Annyira diplomatikusan fogalmazol, Mazur, ezt én annyira szeretem benned. Igen, tehát két naptól három hétig terjedő időintervallumra vállalnak garanciát. És mi történt a teljes játékkal? Várták, gondolom, nagyon várták a Full Spectrum Warrior-t. Hát ezt leírtam. Hát, hogy órákig várták. Igen, elküldték a játékot, tök jó, fel akartuk rakni, és CD kulcsot kért, akkor írtunk egy e-mailt, hogy nézd, mi a CD kulcs. Mondták, hogy he? CD kulcs? BRB, aztán le kellett már adni a lapot. KTHX-bai. Ja. De egyébként jobb ezt nem elkiabálni, mert lehet, hogy nem is tudom, hogy most ebben a hónapban mi a teljes játék. Én tudom, és biztos, hogy nem az. Hogy már ez már biztos? Aha, hát akkor mert... is elmutatjuk azt is, hogy akit, amit majd ezután fognak írni a fórumba, hogy de most megint miért nem a Fire, a Full Spectrum Warrior lett a teljes játékunk. És hát mert Warhammer. Azért. Mit is tilos mondani? Aki már az Warhammer? Igen. Te szar volt. Levonás.
ez nagyon rossz volt. Mindegy, warrior, warrior. Tehát ja. Stimmelni, stimmel a dolog. Full spektrum vagy fire. Hát végül is a full spektrumnak egy szeletkén fire. A fire. Nagyon jól mondja a tanult kollégám. Következő kérdésünk Szitás Márktól érkezik, aki rendszeres levélírónk. Kedves Márk, köszönjük szépen, hogy minden hónapban megtisztelsz minket a kérdéseiddel. Ezúttal Szitás Márk 128 kérdések közül 3-at választottam ki. Melyik filmnek a folytatását várjátok a legjobban? Hú, milyen lehetett a többi 127? Nagyon jó kérdések voltak, Mazur, majd küldök át egy kisebb gyűjteményt. Ja, nem mondom, mintha ez rossz lett volna, csak hogy ez már is elég messze jár, így a... Uh-huh. Starship Troopers, Star Wars 6, az Alien... Az már volt? Hát annak a folytatását várom. Annak a folytatása, aha. Alien 4-nek a folytatását is várom. De hát a Starship Troopersnek most jön a folytatása, csak már most lehet tudni, nem de biztos, már hogy jó lesz. Ja, jó. Sőt, én egy olyan folytatást várok, ami jó lesz. Mazur? Egri csillagok. Egri csillagok 2, igen. Humor Jack visszatér. Humor Jack strikes back. Gandhi 2, a Gandhi visszatér. Hűha, most gyorsan megfogtál. Mi volt, amit én nagyon... Az a baj, most a hegylakot mondtam volna, de hát annak már volt vagy 5 része, és az is hát attól még lehetne egy jó új része. Tehát az, hogy volt 5 szar része, már megint csúnyán beszélek. 3, egy jó három része nem volt, annyira három jó rossz része. Attól még lehetne egy jó ja új része. Igen, ez igaz. Én amit nagyon várnék, hogyha meggyógyulna Michael G. Fox, amit sajnos nem fog szegény, mert úgy tudom, nem hogy Alzheimer-es, Alzheimer kórja van, amiből eléggé nehezen lehet meggyógyulni, de ha ő például meggyógyulna, akkor a visszajövőben negyedik részét nagyon szívesen megnézném. Előre a múltban. Igen, bár mondjuk a 3 az nem volt annyira jó, mint az első 2, de érdekes módon annyira. Az első 2 az nagyon-nagyon az kultikus volt. Emellett én nagyon várom például a Shrek negyedik és ötödik részét is, amellett, hogy a harmadik rész az mérsékelt sikert aratott. Nos, igen. Meh kategória. És... Ez nem két folytatás, hanem két nulladik rész, vagy első rész lesz a Hancock című filmet, rettenetesen várom. Igen. Illetve láttam valamelyik nap részeket a Super Hero Movie című filmből, amit a Csupasz Pisztoly és a Scary Movie alkotói készítettek, és hát hogy is mondjam, nem lesz gyenge. Nem lesz gyenge. A Dragonfly, ez a ugye Dragon Flipsion a neve a szuperhősnek, és hát jókat fogunk nevetni rajta, természetesen Leslie Nielsen included. Oh. Tehát azért erre fel lehet majd készülni. Milyen szuper képessége lesz neki. Majd meglátod. Majd. A szuper bénaság körülbelül. Na, a következő kérdés, milyen sorozatokat kedveltek? Kalifornia. Én már tudom, Mazur, mit kedvel mostanában. Az egy nagyon jó sorozat. Nagyon jó, hát elmondod sorozat. A válaszaimat, ki is meheted. De nem, azt még nem mondtam, amit mostanában nézel, mert lebuktál. Enterprise. Hogy mit nézel mostanában. Hát én most élem a sorozat reneszánszomat. Tehát én most éjjel-nappal sorozatokat nézek. Ugye hát 24, az Jack Bauer. Igazából mondják ugye, hogy az első évad az jó, de azóta már csak béna. Hülyeség. Amikor Jack Bauer ott van és ő megment embereket, meg lő, az nekem már 100%. Meg most vagyok nagy Lost lázban. Amúgy pedig második szezonnál tartasz éppen a Lostban. Második szezon közepén, és a Malasz már megint, Malahit megint lelőtt 2 poént, amiért megölöm egyszer. Illetve hát amikor pedig, ezt közösen nézi otthon a kis család, aki belőlem áll. És már lányaid már szavalják a számokat? Nem, ők még nem vesznek benne részt. Azon kívül pedig ugye Enderrel osztom azt a nézőpontot, hogy a Star Trek univerzumból a Voyager volt a legjobb sorozat, úgyhogy azt is rendszeresen nézem. Te nézed a Kaliforniát, és még? Más nem. Én mostanában a Stargate Atlantis-t bocsánat, nézem. Elnézést a sorozat Junkie szerkesztősége nevében, hogy snobnak állítsam be magam, Buffy the Vampire Slayer a legjobb sorozat a világon. Jó. Hát főleg a főszereplőnő miatt. Ez most egy nyílt színi hadüzenet volt? Nem. Nietzsével szeretnék üzenni, ugye túl jón és rosszon, mert hogy van az alap, amikor vannak ezek a sorozatok, és amikor így tovább viszik őket, és újra gondolják, a Lost meg 24, és van, amikor így visszatérsz egy ilyen ős, ilyen platonista ideához, és az a Buffy. Az ősleves állapotához. Én nagyon nem szeretem egyébként. Én is utálom. Ja, fú, megnyugodtam. De az a baj, hogy nekem például, bocsánat, most totális offolás. Nyugodtam. Megkivágjátok. Szokták. Van az a hölgy.
Tehát általában ugye az ember nem mond senkire se rosszul. Sarah Michelle Gellarra szeretnél ezzel utalni? Igen, gondoltam. Akiért például Bad Sector odáig meg visszáig van, és hát ha jól tudom, neked is megdobogtatja hát szíved, helyes, nagy macskó helyes, szíved. Helyes, kedves hölgy, igen. Hát például nekem a bicska kinyílik tőle a zsebembe, de ez az én bajom, biztos nagyon. Ahogy a bátyám mondaná, még vasvillával se piszkálnád meg. Hű, így a bátyád is szókimondó kemény srác. Az bizony, az bizony. Én nem fogok vasvillát, még szeremiség Gellára sem, de a munkásságát inkább messziről. Tisztelem, amiért, amit csinál, meg ahogyan csinálja, nem nézem. Aha, értem, de tehát annyira messziről tisztelet, hogy nehogy lásd. Hát igen. Végülis ez egy jó hozzáállás. Még gyorsan elmondom én is, hogy a Lostot nézem természetesen. Emellett a Smallville-t így most visszamenőlegesen. Azt akartam nézni, nagyon rákaptam. Meg Mr. Monk kalandjait kezdtem el visszamenőlegesen nézni. És Stargate Atlantis, of course. És már jöhetne a Battlestar Galactica. Csináljátok valamit, hogy már jöjjön. Illetve a House-t azt mindig elfelejtjük pedig. Hát a House azt szerintem alap. Azt, aki nem nézi, van olyan, aki nem nézi? Nem nézed a House-t, uramisten! Na, haladjunk tovább gyorsan, mielőtt itt kihőröm ezt a sokkot. Mi volt a legcikisebb helyzet a munkahelyeteken? Ezt kérdezi Szitás Márk. Hát például az, hogy nem nézed a House-t. Az, ne arra gondolj, de az elég cikis. Egyszer a Vector TD2-ben a 48-as pályán vágytam ki. Mazur, neked? Hű, ezeken nem egyszerű kérdés. Nekem volt egy nagyon cikis, a Szittyó aláírásával kiküldtem egy, véletlenül rossz gombra nyomtam, és kiküldtem egy GameStar körlevelet, vagy hírlevelet, amit elmesegett a hibáktól, mert még csak bekopipészteltem a szöveget az ablakba, és még nem javítgattam ki, és másnap így hívott be az irodájába, hogy gyú, nem lenne kedved beszélgetni, és mondtam, hogy ajaj, ebből baj lesz. Hát volt egy kis ordibálás, tehát így az ablaküveg az így néha így kibe, így horpadt. Mondjuk abszolút igaza volt, mert hát szóval, de hát ez ciki volt, meg kell mondjam őszintén. Neked? Volt ilyen cikis itt a... Hát most dával nem jut eszembe. Biztos volt valami. Például amikor elfelejtetted visszaadni a Bad Sectornak a Winchester izéját. Az állandó. Meséljük el az a Winchesternek a hipervándorját. Igen. Mi is a dolog lényege? A helyzet az, hogy amikor ugye frapp, amikor felveszünk játékból footage-ot, milyen a szép magyar szó, mozgóképet. Hát az sok-sok gigabyte. Igen, a sok-sok gigabyte, ezt általában a Winchesteren mozgatjuk. Például mondjuk Bad Sector otthon felveszi, és behozza Winchesterem. Igen, ez elég gyakori a sok játékot. Ez elég, így van. És érdekes módon egy viszonylag up-to-date hardware parkunk van, viszonylag teszem hozzá, de mindegy. Például Gábor újraindul a gépem, ahogy már mondtam az online arányában. Ha ezt nézed, majd gyere, szólj. És nehéz így betenni valahol, nincs sehol senkinek egy üres rekkesztőn, ez mindig ilyen házalás. Malacnak van. De már másik szobában van. Tehát aki már másik szobában van, így van, és akkor szétszedni. És a jumperek azok elvesznek. Valamilyen, valahogy kézen közön eltűnnek a Gergő, a Bad Sector jumperei. Magyarok vagyunk, hát mondjuk ki. Hipervándor. És Gergő... Hát most azt akartam mondani, hogy alapjában egy türelmes ember, pedig ez nem igaz. De hát bizonyos tekintetben egy nem feltétlenül hisztérikus ember, de annak olyan helyzetek, amikor... Igen, de amikor a tizedik jumperét veszíti, és otthon pedig nem tudja betenni, mert már minden jumpere valahol nálunk van a padlószőnyekbe ágyazva, akkor már azért ő sem az a finom úriember. Most azt képzeljétek el, kedves hallgatók, nézők, olvasók, vagy bárki, aki minket figyel, azt képzelje el, hogy ez egy évek óta fennálló probléma. Igen. Azután már a kínai nagyfalat meg lehetett volna építeni azokból a jumperekből. Tájván és Magyarország közötti jumper forgalom java részét a Gőzlán szerkesztőssége teszi ki. Most már lassan... Küldjük is az MLDS SMS-eket, hogy indulhat a tank. Azt szokott a kérdés lenni, hogy a múltkori jumper milyen színű volt? Jó, akkor most kék lesz. Tehát így körülbelül itt tartunk. Hát mondjuk azért ez néha elég cikis jelenet tud lenni, amikor Gergő épp kevésbé az a baj, amikor ideges türelmes. Miatta, és igazából nem tudsz már nem röhögni ezen a szitu, mert annyira... Hát ezt látták az olvasó. Én sem más nem csináltam, amíg beszéltem, mint itt dőltem. Igen, de amikor szegény, teljesen jogosan fel van háborodva, te pedig így
próbáld leküzdeni a vigyorgásod, és úgymond próbáld átérezni ezt a jumper hiány folytatódik szappanoperát, akkor... Ezt tegyük hozzá, hogy ez egy 10 filléres alkatrész körülbelül. Igen, de hát hogy ezek összeadódnak ugye az évek során. Sok 10 fillér sokra megy. Igen. Na hát itt egy nagyon érdekes kérdés. Hé, ki ez az Eskin nevű, ez tényleg egy csaj és jó csaj? Ezt kérdezi Blokker 123, gondolom, no man is no man néven. Mit lehet Eskinről tudni, amit így el lehet? Vagy Eskin? Ugye egy írónk és csaj tényleg. De Eskinnek ejtsük, vagy Eskinnek? Hogy tudjuk mi ezt egyáltalán? Nagyon jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés. Én nem ejtem sehogy. Én írásban kommunikálok vele Messengeren. Egyébként egy aranyos, fiatal, törékeny leányzó, aki novellákat is ír, például a Galaktika című magazinban most jelent meg egy novellája nemrégiben. Íróasszony. Íróasszony, és sok szeretettel fogadtuk őt magunk közé a GameStar teambe, és még ugye találkozni fogunk még vele? Persze, ugye? Persze. Ugye? Egyébként sok szeretettel várja a leveleiteket és a visszajelzéseiteket, minden nap megkérdezem, hogy te jó, írt már valaki rólam? Írt már valaki rólam? Ezt nem mertem neki, ezt az üzenetet még pedig ez átadni. Pedig fontos olvasói feedback volt. Hát nagyon, de ha nem Blokker lenne a srác neve, hanem mondjuk valami más, akkor... Igen, én is így gondoltam. Jó, szóval Eskin vagy Eskinő valóban lány, aranyos, helyes, bájos, és itt dolgozik velünk. Szeressétek őt is, mint amennyire minket, vagy mit tudom én. Ez jó mondat volt? Annyira azért. Ha nem zöntem volna a végén, akkor... Igen, valami már nem stimmelt benne. Minden esetre haladjunk tovább. Mikor Enderék a GSTV-ben a Mercenaries... Azért vannak olyan szituációk, amikor őt inkább jobban szeressétek, mint minket. Ha lehetek, ugye, gyerekek, ugye? Mikor ez csak némán egyetért. Horváth Péter, aki nem az olvas HP-vel, aki nálunk cikkíró. És még azzal a négy Horváth Péterről, aki a közel ismertségben van. Mikor Enderék a GSTV-ben a Mercenaries 2 előzetesét kommentálták, meg lehet nézni a GSTV online-on, tehát tv.gamestar.hu. A muszáj. Egy egzotikus városra azt mondták, hogy ez Gyú egyetemi városa, plusz a Call of Juarez GSTV előzetes óta tudom, hogy spanyolul is tudsz. Állja, ez nekem szól ez a levél. Egy ideig valahol Dél-Amerikában éltél. Igen, 3 évig éltem Kolumbiában, és 2 évig éltem Argentinában, és azóta is kihasználom, hogy a kollégák imádják, a spanyolul beszélek, és néha felhívok valakit innen a szerkesztőségből. Hát velem szoktál beszélgetni spanyolul. Jó, szóljunk szigoennya. Így van, te egy gólya vagy. Donde esta circulación? Igen, hol van a forgalom? Szervezzák? Hát úgy, igen. Szervesz, az a sör. De egyébként az előbb énekeltük, hogy yo soy un hombre sincero de donde crecen las palmas. Ezt már csak te énekelted, mi csak tudjuk, hogy lássátem, miként el. Bella, ciao, bella, ciao. Én egy őszinte ember vagyok onnan, ahol nőnek a pálmák. Ez viva España. Ilyen Spanyolország. Szóval lényeg, España, por favor. Lényeg, ami lényeg, hogy 5 évig éltem, igen, Dél-Amerikában, és azóta is imádom a Latin Amerikát főleg, és a spanyol nyelvet. Kedvenc képregény figurám is Condorito, aki Messengeren látott az utolsó. Micsoda? Bocsánat? Condorito. Condorito a kondor kesei. Mit értettél? Condomito? Undorito. De fura volt, hogy kiáll ilyen névvel szuperhősnek. Igen, én is gondolkodtam, hogy Speedy Gonzales és Torrente közös gyermeket. Nem. Kunkorító. Egy kondor keselyű, ugye az Andokban, a hegyekben ez egy ilyen tipikus madár, és őről a mintázták a tipikus dél-amerikai képregény hőst. Szilágyi Dávid kérdése következik, mivel foglalkoztak a szabadidőtökben? Először is szeretném, hogyha definiálnánk ezt a szót, hogy szabadidő, mert én nem ismerem a jelentését. Töltünk. Igen, igen. Szabadidő. Mit szoktál csinálni? Vektor TD? Mindig? De változó. Általában szociális életet élek ennek minden kellékével. Elmész vacsorázni, koncertre jársz, Fradi meccsre. Arra nem. Bazur, te? Hát és nem a Fradi miatt. Én családi életet. Ugyanez, szociális, csak szűkebb körben. Hát kisebb gyermekedet azért kell elég sűrűn még ott fürdetni, mosdatni. Hát én még egy hónapos. Hogy van egyébként? Köszönni, jól mondaná, ha tudna már beszélni, így inkább csak üvöltene erre egyet, amit kvázi beleegyezésnek is lehet értelmezni. Aha. De bűbájos, természetesen. Azt mondja nekünk Muma 01, régi barátunk, megvette az újságot, csöppolvasás és átnézés után egy vélemény, a borító színes, ez a spórás borító. Nagyon jó, megfigyelő szép. Képessége van. Így van. Viszont... Az igazság, hogy körülbelül 20 éve
színes az újságok borítója, de... Alig feltűnő módon mindig. Már demonstráljuk is. Kedves kamera meg tudja itt mutatni. Itt a... Vannak GameStar-borítók. Ez, ha újság lenne, akkor nem lenne színes a borítója, ha ez lenne a borítója. Ez meg színes. Haladjunk is tovább ezzel. Azt mondja, hogy belül eszméletlen sok a kép, már-már ott voltam, szinte, hogy tépkedni akartam, például a Dimalgádról szólok is cikket, hogy ilyen rohadt nagy kép van ott, ami tiszta pixel, és alig van szöveg mellette. Hát ennyi, képeket raktunk az újságban. Most ez miért van? Hát, hogy is mondjam, csak az az igazság, hogy az újságkészítés is egy szakma, amihez érteni kell. Hát mi nem feltétlenül értünk, de azt gondoljuk, hogy valamennyire mégis. És ennek a szakmának a szabályainak megfelelően állítjuk össze ezt a lapot. És van egy bizonyos szöveg-kép arány. Igen, van tehát egy... mondjuk így is kinézhetne a GameStar valóban, biztos legalább 200-an. Szeretnék is. Hát lenne. Hát vannak olyan újság, amiknél ez teljesen frankon működik, mint például a Magyar Közlöny. Ott például ilyen marha nagy ilyen paragrafus jeleket be lehetne forgatni, kicsit frankon hát de ott a boldog paragrafus jel a lényeg, hát az a dizájn. Hát ja, az jó. Sőt, ha olvasom a Magyar Közlönyt, az a lényege, hogy meddig érted a szöveget. Én általában a második szóig értem a bekezdésben. Igen. A Magyar Köztársaság. Igen, addig. Igen, szóval az a helyzet, hogy ezt minden hónapban valaki a fórumon benyögi, hogy már megint mennyi a kép. Na most a hírrovat az más, ugye ezt is elmondjuk, de például a cikkeknél kötött karakterszámmal dolgozunk, minden cikknél ugyanolyan hosszú a szöveg. Az, hogy a grafikusok ezt úgy csoportosítják, hogy beférjen egy nagy nyitókép, mert ugye ezt a grafikusok nagyon szeretik, mert ott tudnak kibontakozni, mi is nagyon szeretjük, jól néz ki, így van. Tehát attól úgy tűnhet, hogy miért nem írtunk oda, na az a szöveg, az kicsit arrébb, máshol, de ott van. De ezt elmondjuk mindig, igen. Mindegy, úgyis a következő hónapban megint rákérdeznek, hogy hol a szöveg. Igen, a grafikus is egy szakma ehhez hasonlóan, tehát neki például az a dolga, hogy annak ellenére, hogy ugyanannyi a szöveg, azt úgy adja el, hogy kép is beférjen meg szöveg. Látványos legyen, mozgalmas, dinamikus. Így van. Igen. Tehát úgy tűnik, mintha kevesebb lenne a szöveg. De nem. Nem. Ugyan ő kérdezte azt, hogy lehet... Egyfél gondolat, bocsánat. Ez inkább a játék tesztekre, meg a cikkekre vonatkozik. A hírrovat az más. Tehát a hírrovat az újság legmagazinosabb része, úgymond. Egy könnyedebb, lazább. Igen, meg hát az tényleg lapozgatás a termet. Ott máshogy tudunk játszani a képekkel, szövegrészekkel, stb. De a Demigodnál is, ami Mumonulajnak annyira nagyon fájt, ott konkrétan ki akartunk próbálni valamit, hogy hogyan mutat egy kép nagyon felhúzva, így kiüssön arról az oldalpárról, és oda rátéve az a szövegmennyiség. Azért ez egy másfajta hatáskert. Igazából az a vicces, hogy közülünk, akik még nyomdemmentel előtt látták a lapot, mindenki ismert, hogy ez nagyon, nagyon ütős. Uh-huh. És nagyon örültünk ennek, hogy ez lett a végeredménye a grafikusok a hosszas megbeszélésnek, meg közös szervezgetésnek. Ezt se tudják, gondolom, a kedves olvasók, ez úgy megy, hogy valamelyikünk általában ott ül, terrorizálja. És közösen őket. Idegeskedtek. És aztán lesz bőle valami hosszas együtt gondolkodás után, amivel reméltem mindannyian elégedettek vagyunk. Tehát itt is az volt, hogy megszületett ez az oldalpár, nekünk nagyon tetszett más nyilván, és mondjuk, hogyha Mumon 01 számára az a fő szempont, hogy miért nincs ott több szöveg, szíve joga, de számomra például az volt ott a legfontosabb szempont, hogyha valaki odalapoz, azt mondja, hogy hát észrevette, kétségtelen internet hozta fel példaként. Majdnem meg is tépkedte. Következő kérdés, hogy nem érti és nem vágja helyesebben, hogy érdemelhetett a Conflict Denied Ops 1%-kal többet, mint a The Club. Mazur, megszólítva érezlek ebben a kérdésben. Nem lehet. Kérlek szépen, van a GameStar online-en egy új szolgáltatás, a játékinfo. Igen, és gratulálunk Endernek egyébként. Ez team munka. Igen. És, akkor Zero Coolnak is gratulálunk. Igen, meg OG-nak. És minden játék ugye kapott egy külön aloldalt a szájtunkon, ahol gyűjtjük róluk az információkat, meg hát a mindent. Olvasói hozzászólásokat, kommenteket. És oda föl lehet menni, ott el lehet szomorkodni, meg lehet védeni, és van olvasói szavazás, ahol meg fog jelenni, hogy az GameStar-ban mi mennyit... Olvasói értékelés. Ja, bocsánat. Így van. És meg fog jelenni, hogy mi mennyit adtunk rá a labban, és az olvasók is
szavazhatnak, értékelhetnek, ki a rampol is egy pontszám, tehát ott is hallathatja a hangját, aki nem értett egyet. Eddig ez a lehetőség nem volt, tehát ez egy új dolog. Egy új dolog. Gyertek a játékinfo oldalakra a GameStar online-on. Amúgy pedig hát mindenkinek szívülök, hogy egyet ért az értékelése. Vagy ezért nem. Szép ez a világ, mert mi ilyenek vagyunk, Mo01 pedig olyan. Per a 007, úgy látszik most már mindenki ilyen 00-as neveket választ, nem tudom miért lehet ez. Mind beépített ügynök. Azt mondja, Oscar díj átadás utolsó percei, és aki az Oscart nyerte humor kategóriában, Doppergés, GSTV, Taps, és a díjat átveszi a GameStar Team. Na jó, jaj, hát nem kellett volna. Na jó, ez nem igaz, de tőlem biztosan megkapnátok, mondja ő. Szereti a GSTV-t nagyon, most kezdte a GS-t a GSTV miatt venni, nagyon helyes, tehát ezt így kell. És ő örül, hogy a team megőrizte a humorát, és példakép a másvilág és kerekasztal rovatokat hozza fel. Pedig érdekes mondom, pont az a kerekasztal legkevésbé humoros, bár az előbb épp felvettünk egy kerekasztalt, ami jókat fognak nevetni a népek, mert hát ütöttük egymást, mint a virtuálisat. Szerintetek valaha, mert ezt egyébként kommentálta valaki. Viszont ez ijesztő, mert akkor lehet, hogy azt gondolta, amit mi csináltunk, azt komolyan gondoltuk. Véresen komolyan. Hogyha más világ volt számára a vicc, de... Valaki azt írta, hogy GSTV irány Hollywood. Nektek lenne ilyen ambíciótok, hogy filmeket készítsünk? Jó, most ne kezdjen el mindenki elkesedni. Filmeket azt lehet, de az igazság, hogy tehát ezek a úgymond profi humoristák nem úgy dolgoznak, mint mi. Tehát mi úgy dolgozunk, hogy elkezdjük felvenni a videót, és utána találjuk, hogy mi legyen benne. Ellentétben a profi humoristákkal, tehát például ott van a Fábri, mit tudom én, kicsoda, nem tudom, hogy hívják. János. Például nem az a, nem olyan csávó, hogy kiáll, és akkor csak úgy dől belőle a hülyeség, milyen vicces ürge, hanem van egy 5-6 fő stábja, akik egy hétig írják neki a poénokat, aztán összeszerkeztik, hogy sőt, hogyan mondják. Nem véletlen, hogy nem élő az adás. Ezt azért tegyük hozzá. Azért ott néha megállnak, újrakezdik, vágják, stb. Tehát ilyen is előfordul az ilyen típusú műsorokban. Mi viszont spontán nyilvánulunk meg, tehát hogyha egy poén nem ül, az nem azért van, mert humortalanok vagyunk, hanem mert abban a pillanatban éppen úgy sikerült. Annyiban vonzalan dolog, hogy lenne saját bögrénk. Mert ezeknek a showmeneknek mindig van. Úristen, komolyan most már igényelni fogok itt. Nekem is van saját bögrém, bár van írva, hogy szittyó. Igen, én meg az Enderfield bögréből szoktam kávézni, de hát ez mennyi szép hagyomány nálunk. Nos, tehát akkor utolsó kérdésünk következzen, mert nagyon elmegy az idő. A februári enklével kapcsolatban kérdezi Kovács Fábián, feltette a gépére a játékot, és ilyen nyúlsebességű mozdulatokat tesz, magyarán nagyon gyorsan mozog. Talán új a gépem? Ebben az a vicc, hogy régen azért nyávogtam, mert túl régi a gépem, most meg pont ellenkezőleg. Ti mit hallottatok erről a dologról? Hát itt a magok. A magok itt a... Ja, a dual core-t ki kell kapcsolni, mi az az? Túl magombat ki kell nyomni. Igen, tehát aki elindítja az enklévet, és két magos, vagy több magos, vagy négy magos procia van, az, akinek négy magos van, az egy rohadt mázlista, de azon kívül, tehát akinek több magos procia van, az nyomja meg a Ctrl-Alt-Del gombokat, feljön ez a... Az még nem a reset, az még csak feljön ez a... Ez a mi ez a rendszer, mit tudom én, bizgeráló ablak, és ott a játék nevére kell rányomni, jobb gombbal, és ott az affinitásnál ki kell kapcsolni a többi magot. És akkor az enklév tökéletesen fog futni. Ezt nem minden olvastam fel, ezt fejből tudom. Ja, nem csak, hogy ki kérdezte. Ez Kovács Fábián kérdezte. Most szeretném ajánlani Kovács Fábiánnak, hogy mondjuk próbálja ki azt az élményt, hogy a Populus első részével játszik 4-8-6-osan. Az szép lehet. Szép lehet. Én egyébként pillanatokat születnek és dőlnek romba civilizáció. Igen, körülbelül azt hiszem egyszer 15 másodperc alatt vert el a gép. Mert ugye az úgy volt optimalizálva, hogy 286-osra. Tehát ahogy egyre gyorsabb volt a géped, nem volt benne egy... Hát nem volt időzítés benne. Nem volt időzítés benne, hanem egyre jobb teljesítményű géppel egyre gyorsabb lett a játék. És ez mondjuk egy RTS-nél... Ez isteni lehet, tehát enklév rajongók, senki ne sem pánikba, attól van ez a... Ezért találták fel a körökre osztó stratégiát, azt hiszem. Besebességesítés. Hú, kibírtam mondani ezt a szót. Besebességesítés, mert több magos gépeken esetleg gondot okozhat. Ez egy kicsit régebbi fejlesztés, legalább 3 éves, tehát azért még nem számíthattak a több magos processzorokra. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a GameStar TV Arena márciusi adásában is. Írjatok nekünk sok-sok e-mailt az arena@gamestar.hu címre, illetve a gstv@idg.hu címre. Emellett
látogassatok el a tv.gamestar.hu, ugye jól mondom, webcímre, ahol a GameStar TV online-t is megtekinthetitek. Például egy arénát is felvettünk már, sőt lehet, hogy mire ezt nézitek már akár többet már is. Már le is pörög. Várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, kérdéseiteket, észrevételeiteket, és azokat a bizonyos videókat azokról a bizonyos nővérekről, amiről az elején beszéltünk. Vagy ez nem ebben a videóban volt? Szerintem a másikban volt. Akkor, amiről a GSTV online-os videóban beszéltünk, aki nem tudja, miről van szó, nézze meg. Köszönjük szépen, kedves Ender, kedves Mazur. Kedves Gyu. Kedves én. Köszönjük kedves szépen. Kameraman. Kedves kameraman, kedves lámpa, kedves mikrofon. Szik, sziasztok, találkozunk áprilisban. Köszönöm.